Próbálkoznak. Görzinkan. Gólt lőhetett volna minden további nélkül, ha Zisztl nincs ennyire erősen. Ennél hibásabban meg se oldhatták volna mieink a lesreállítást. Hajszán. Ügyes csellel, de milyen ügyes csell, de hol a többi, kit hozza a játékba. Visszahúzzák, Kiprit, Hajszán, gyere hát! Bele a sűrűbe. Wilson, jól jött el. Sallai, kiemelte valahogy, nem tudom, hogy, de azt hiszem ő se. Nagy Antal, Kozma mutatta magát. Itt lehet! Jaj, de kár! Kiprit keresztbe adta, hát ebből be is lehetett volna lőni. Garabáig. Kiprich nem tudta lekezelni. Natán így. Nagyula! Lövészt már! Kiprich! Ugyan már! Nem kellett volna lefeküdni. Hiába tiltakozunk. Most kéne átemelni a kapust! Na, üres a kapu! Szöglet. Ha. Még jó, ha eléri Sallai. Lark támadja. És itt a baj. O'Neill. Hát ezen már nem múlott, már Disztl is csak kétségbeesésébe vetődött érte. Sorfel nem nagyon igyekszik hátrább, a bíró feladja a küzdelmet. Hopp, kapufa! Lőj már! Ajjaj, Bognár Gyuri középről helyzetben, de kellett volna ez. Jaj, de nagyon kellett volna. És itt van teljesen tisztán. Hát nem sem. Kiprich. Jó labda. Itt a gólhelyzet, de már... Na, Hajszán! Tétári. Hát, kiosztál. Ah, Istenem, de nehezen megy. Rendesen beleszálltak Hajszánba, tényleg. Hát... Bognár. Rogan fejelte ki. Kozma. Hajszáról került fölé. Kiprich tette le mellel, Hajszán lőtte fölé. Most már van helyzet is. Nagy bravúrral Knight, McKnight, szöglet. Détári. Kozma. Hajszán. Mit akarsz, Gyula? Már a jónál nem lett volna jobb helyzet, már egyszer ez lőhető volt. Natán. És lesz mutat a parkjelző. Les, nem adták meg. Igen, előrefelé fejelte, és Kiprich lesen volt. Tovább előnyszabályt mutat a bíró, igaza van. Gól! Gól, emberek! Vince! Meglódultak is, mint ez milyen remekül helyezett labda, elkésett McKnight. Hát ezt már nem reméltem, ezt már nem. Na, ez csuda, szépen elhúzza, és a lábak közt
McKnight nem is igen láthatta. Na most gyerekek, vigyázzunk már, 5 perc van. Elég. Ez egy csoda egy bíró. Ebből nem lesz pedig már Északír gól bíró. Egy most már vége. Szóval még egyszer. Az a 8 perc, amit Vince István játszott, ez hozta a győztes gólt. Itt... Egyelőre zavartalanul hozhatja. Kékesi indul be a jobb oldalon jól. Kékesi még. Jó a középreadás is, Vince. És gól! Megvan a vezető gólunk a 6. percben. Kékesi megy el szépen, jól ad középre, két ember előtt elcsúszik. A Lecce játékos, a Vince azonban félfordulásból nagy gólt lő. Disztl dobja ki a labdát, Keller. Kovács Ervin mellett elmegy, Vella érkezik, és indítja Bozotilt. Bozotil gólhelyzetben, Bozotil, üres a kapu, és gól! Második félidő, 30 másodperc telt el mindössze. Figyelmetlenek a mieink, Bozotil szerez labdát, és egyenlít. Ez hideg zuhany a javából. Kékesi a jobb oldalon, Csucsánszki, Kékesi megint, ez sokat ígérő támadás, Kékesi megy bátran, 11-es, nincs is vita, Kékesi jól megy, nagy lendülettel, és a pillanatokkal ezelőtt csereként beállt Saliba fölvágja, büntető. 12. perc a második félidőben, Kiprich a labda mögött, most kapja az engedélyt, Kiprich, és bent van, ismét vezetünk tehát, 2-1 a javunkra. Kiprich nagyon higgadtan, nagyon nyugodtan kivár egy picit. 46. perc már a második félidőben. Bozotil, és gól! Az utolsó pillanatban Málta egyenlít. Szinte hihetetlen. A második félidő első és utolsó másodperceiben. Détári 35 méterre a kaputól, Sas indul be, jaj de jó megint, Sas! Tulajdonképpen a világbajnoki és Európa bajnoki kerethez képest, üha, baj van, bravo! Milyen szépen csinálták, érezhető volt, hogy nagy a baj, visszafejeli a labdát. Hajszám az, nem Mészáros. Hajszám keveredett el. Hajszám még. Most Mészárossal. Kényszerítő még lehet, jó! Mészáros félére lőtt, Rásos! Hú, Bonner belevető. Kiprich indul. No, ki lesz a gyorsabb Kiprich Jóska? Rántja vissza! Szán indulhat kifelé. Jó a labda, na, na most! Bognár György a szélen, Détári vezeti rá a védőkre, Bognár Gyurinak. Talán jobb lett volna, jobb sok-sok döme, de még Kovács Ervin javíthat, Kiprich ott van egyedül. Na végre, ez is jó. Hopp! Kovács Ervin fejesen, végre futball. Managed to get into this stadium, which under normal circumstances holds around 80,000. Milos Detari from Olympiakos in Greece, the man who cost £4.5 million when he signed from Eintracht. And as far as Malta is concerned, well, the man to watch there is their number 6, John Buttigieg. They've had their problems, not least, of course, last year's bribe scandal, as the whistle goes and we're underway. Busuttil running at the defence, that's a lovely play by Busuttil and he's clean through. A chance for Malta and Busuttil puts them ahead. Well, that's a fine individual goal by Carmel Busuttil. And after 6 minutes, a shock for the Hungarians.
by Busuttil, who ran straight through a very square-looking Hungarian defence, feinted a pass, and beat the goalkeeper beautifully. Bognar with a free kick. Kovacs, and safely over the top by Klurt with the Hungarian corner. Swinging in. Well, that could so easily have been a Hungarian equaliser. A bit of urgency now as Detari takes the corner. Bognar up there. Back to Detari. Saved with his legs, I think, by Klurt on that occasion. And so far, apart from one or two crosses and a few back passes, has been largely untroubled. A slightly brisker start by the Hungarians in the second half. Kovacs. Haven't seen much of Malta as an attacking force since they got their goal. Detari. That's a neat ball from him. Promising build up on the right for Hungary, and they win the first quarter. Oh, il referee, ecco una violazione ad Arbohra. Appena messa hai l'avversario Denis Kauki, ovviamente lì fia et narosa il penalty, boda gli scori al gol da draw. Guarda, 3 minuti l'op, l'Ungheria e Gip draw. Ad Arbohra, il ridunaidu e lì. Is. Nem tudjuk megtartani. Moren vissza, Stoughton. Sidi. Stoughton ügyesen. Jó középre. Meg rá. Gól. Gól, gól, gól. 34. perc. Nem bírtuk ki a nyomát. Hát persze, hogy nem. Meg rá a gólszerző. Stoughton teszi középre. Ezt még hárítjuk. De a kipattanó labdára már nem figyel senki, esélyes inzítülnek. Bődületesen jól eltalált lövés, de hát, hogy egy ember 11-12 méterre ilyen üresen álljon. Mármint a falba. Garaba kapja a legurítást, Garaba lövi rá! Kapufáról megy mellé! Jój, Garaba! A második lövése szenzációs volt. Beleér még Bonner, és a kapufára megy aztán mellé. Egy nagy védés. Vince közben már. Jól teszi középre Bonneré. Nincs elő zöldmezes, most indul be Halton. Garaba veszi észre a bajt. Lökés, hát óriási lökés volt. Ott van Cassarino, és befejezi. Szabálytalanság előzte meg a gólt, 2-0 Cassarino. Második félidő, 36. Ügyes lyukrafuttatás, Worthington. Egy nagy lövés, megpattanó labda diszlábbal. Az első perc végén az első nagy helyzet. A hosszú indítás Kovácsi lehetne, és az övé is, óriási lehetőség Kovács gólhelyzetben. Kovács még, gól! Gól! Egy borrasztó nagy védelmi hibát kihasználva Kovács Kálmán. 13. perc a mérkőzésen. 13. perc, meg Daniel Gyukatrul Kovács Kálmán utána megy, egy picit még igazít rajta, és aztán elegánsan emel a hosszú sarokba. A kaputól visszafelé kis hián kifütyülik. Whiteside. Quinn, nagy lövés, ez szép volt. Változatlanul nálunk a labda.
Bognár szalalomozik a lábak között, eddig nagyon jó. És egy lövés a végére, amit csak másodszorra fog meg Wright. És teszi éles szögből, keményen. Kovács Kálmán góljával vezetünk tehát, és Détári ezt rácsavarja minden bizonnyal. Hey, mit fogott meg a kapus? Tony Wright. Ez már az élőkép. Bognár, visszafele, gól! Ho-ho! 2-0, Bognár Gyuri a mezőny legjobbja. Mekkora gól, atya úristen! Ez a szegény fiú, ez csak kapaszkodik érte. Bognár egyszer már próbálkozott éles szögből. Fantasztikus gól! Kovács Ervin megtoldja még, Fischer. Megpróbál elmenni Kovács Kálmánnak, jó lehet, gólhelyzet, és ez mellé megy. Haj, megint egy villanás. Sas. Nem veszik észre Kellert, hogy oda is lehetne adni a labdát, Détári. Détári lövi rá messziről, és éppen csak. Ragen, O'Neill. Ez most helyzet, Whiteside ellövi. Ragen. Fleming. Most vigyázni Whiteside. Whiteside. Az utolsó a 45. percben a második félidőben. Fleming az, aki előre jön, és Whiteside góllal tér vissza a válogatottba. Vele tud fejelni egy nagyot. És jön is magasan előre a labda. Clark! Hát itt a végére nagyon kihagytunk. El árbitro del encuentro, el inglés Courtney. Y en ese instante, como han tenido la oportunidad de observar, ha comenzado el encuentro en Budapest. De Luis Suárez en esta selección. Cuando va a sacar Martín Vázquez. Se paseó el balón. Zoltán Boñar envía para Detari. Detari, Kiprich, Kovács. Sigue Detari, Kovács, fuera. El primer contraataque con cierto peligro. 14 minutos del primer tiempo, empate a cero en el marcador cuando va a lanzar la falta la selección española. Michel y Martín Vázquez preparados. Va Michel, gol. Y cómo se fue el balón. Parecía que había entrado o que entraba la pelota. Ha sacado ya la selección española cuando ha habido ese error ahí de balón de Michel. Kovács. Habilidoso. Y ha salvado magníficamente su bizarreta. La jugada a los 18 minutos. Otra área grande. Ha sacado Detari. Despejó Villarroya. Kiprich. El disparo de Kiprich. De nuevo magnífico su bizarreta. Y envió a córner Martín Vázquez. Jiménez. Jiménez de nuevo para Martín Vázquez. Salinas. No llegó a controlar Michel. Sí, Martín Vázquez. Gol de Martín. Y qué balón. Qué parada. Qué parada. Dijimos que Bilitar ya está buscando unas posiciones más cómodas, ya viene atrás de donde están sus cuatro defensas para recoger el balón. Atención porque ha robado un balón importante. Ahora, Martín Vázquez. Martín Vázquez, Manolo a la izquierda de Salinas. Y gol, por fin llegó el gol a los 30 minutos. Ahora sí ya. Muy bonito, ahora sí que jugamos tranquilo. Ahora sí la selección española ha logrado. Y este, vamos a ver si podemos observar la repetición. Ahí. Abre para Manolo. Muy bien, bien Manolo. Y con precisión para total ventaja para Julio, para hacer gol. Y luego el momento oportuno, pues profundizarse. Pero es importante no perderlo, eso es lo que hacen ahora. Eso es, perfecto. El centro de Chendo. El remate ha fallado Manolo. A punto en el segundo, Michel y gol. El perfecto. Segundo gol. Eso. Ya tenemos. La jugada.
finaliza con este segundo gol de Michel después de mantener la pelota pues más de un minuto ahí, como estaba diciendo el Escubala. En realidad yo creo que España es superior y va a demostrarlo a todo lo largo partido que todavía tenemos que jugar. Ahí vemos el centro de Chendo, el primer remate después del balón que le deja Villarroya a Manolo, lo falla ahí, trata de enmendarlo con este segundo remate y el balón va rebotado a Michel, que lo manda al fondo de la red. No estaba en fuera de juego Julio Salinas, puesto que estaba el portero y otro hombre. Amiento. Michel, quien despeja, Keller. Retrasó Keller para Pinter. Bognar para Salai. Y estaba fuera de juego. Al lado por Bueno. Y siempre que fuera de juego. Y podemos ver en repetición. Yo creo que estaba fuera de juego. El remate y el gol ha sido de Pinter. Ahí, este era el hombre. Y finalmente Pinter, Atila Pinter, el líbero. Me está indicando Kurni que se retrase la barrera. Ahora ya autoriza el lanzamiento Martín Vázquez al palo. El lanzamiento corner, de Martín corner. Vázquez. Corner. Lo tocó lo suficiente Diesel. Vamos a ver de nuevo el disparo. Pasa Michel. El disparo durísimo de Martín Vázquez. Finalmente logró despejar Bognar. Dietrich en el contraataque con Kovac. Izquierda está libre. También con Bognar. El disparo ha parado muy bien su bizarreta. Cuando se reincorporaba después de también el golpe que había recibido el lanzamiento de la falta. Nadie arriba, no hay nadie arriba. No, ha enviado la pelota a Pinter. Bognar. Tomaron mando ellos, increíble. Ahí están Kipris y Jiménez, una vez más. Salai ha despejado Sanchís. Michel para Martín Vázquez, pero es Pinter quien se ha hecho con el balón. El disparo de Pinter, ¡ah, gol! ¡Qué golazo acaba de marcar Pinter a los 37 minutos del segundo tiempo! Vamos a sufrir. Ven. Durísimo el disparo. Entró ajustadísimo al palo. El lanzamiento de córner. Ha sacado muy bien Jiménez. Martín Vázquez con el balón. Hacia Pardeza. Vamos a ver si puede controlar. No ha podido. Y final. Final del partido. España clasificada para el Mundial de Italia. Se sufrió mucho, enormemente. Cubana. En el segundo tiempo muy diferente del primer. Jugamos con tranquilidad, con calidad y el segundo perdimos el control. Pero fin, estamos ahí. Esto. Osma le presiona a Villarroya. Manolo llega antes. Manolo, no hay portero. Va a tratar de encontrar puerta y gol. Gol de Manolo. Fenomenal marcación individual de Manolo. Ahí tienen a Luis Suárez aplaudiendo porque ha sido una fenomenal acción individual. Primero para llevarse el balón ante Diesel y luego en una posición bastante difícil y con poco ángulo marcar a los 7 minutos el gol de España. Ahí vamos a ver de nuevo la acción. La presión de Villarroya hace que Manolo llegue antes que Diesel a ese balón y observen su posición bastante angulada y con la pierna izquierda como coloca el balón de tal manera que tampoco pudiese llegar el defensa. Una acción técnica cuando el contraataque lo lleva ahora a Manolo hacia Butragueño, el remate y gol de España. Segundo gol de España, de nuevo en un contraataque entre Manolo y Butragueño. Segundo gol de la selección española, minuto 24. Ahí vemos de nuevo la jugada. Manolo ahora entrando por la derecha y cómo coloca el balón a Butragueño, perseguido por tres contrarios. Cambió magnífico Butragueño sin dar opción al guardameta Diesel. Ahí vemos de nuevo el gol marcado por España a los 24 minutos. El segundo, espléndido, magnífico el centro de Manolo y el remate impecable de Butragueño. 24 minutos.
Atención, porque Juanito y Michel están preparados para efectuar el lanzamiento de la falta. Vamos a ver finalmente quién lo hace. Ahí va Juanito. ¡Y gol! ¡Gol de Juanito! Tercero de España. Ya les estábamos diciendo que es un espléndido lanzador a balón parado. Y no hay mejor regalo, imaginamos, para este joven tinerfeño, Juanito, que, como digo, a sus 24 años hoy debuta en la selección, que en el momento del debut, en el día en que juega su primer partido internacional, a los 40 minutos, ahí lo vemos una vez más, consigue marcar un gol, tercero para España en este partido. Se hizo finalmente butragueño, Fernando, el cuarto para España. Otro de los debutantes, Fernando, a los 18 minutos, ha marcado el 4-0. La indecisión ahí entre los defensas la ha aprovechado Fernando, ahí butragueño. Observen cómo sale en posición correcta. Kovac, que no llega, y Fernando, bajo las piernas, bate al guardameta Peter Diesel. El 4-0. Sí, adelante. Van a hacer los dos cambios en el equipo español. Van a entrar Eusebio y Julio Sapinas, y Michel y Manolo van a abandonar el terreno de juego. Aprovechar también para decir que la recaudación de este partido ha sido de 14 millones y medio de pesetas sobre los 52 que tenía de cargo en taquilla, que con... We'll be right back.